Továbbra is kitart a fullasztó hőség, ma lesz, ahol 38 fokot is meghaladja majd a hőmérséklet napközben. Főleg az ország déli területein lehet nagy a forróság. Sokan persze kihasználták a kánikulát a hétvégén, így megteltek a strandok. Estétől pedig jön egy hideg front, ami az előrejelzések szerint csupán átmeneti enyhülést hozhat. Dacolva a hőséggel, több százan vágtak neki a hétvégén a beachrunnak, azaz a mezitlábas futásnak Balatonlellén. A szabály szerint a homokban kellett futni, ami igencsak megterheli a szervezetet ebben az izzasztó melegben. Így a versenyszervezői még a szokottnál is jobban odafigyeltek a futók egészségére, hűtöttek mindenkit. Itt a strandon vannak szerencsére párakapuk, a bejáratnál mi adunk vitaminos italt a minden egyes futónak, illetve itt minden egyes kör végén tudnak a jéghideg ásványvízzel frissíteni, tehát igyekszünk rájuk vigyázni. Egy kör 750 méter, tehát 750 méterenként tudnak kortyolni a hideg vízből. De maguk a résztvevők is igyekeztek minél több vizet inni, hogy bírják az iramot. Folyamatosan pótoljuk egészen, szóval már reggeltől kezdve dupla adagvízzel kezdtük, igazából meg folyamatosan duplán fogyasztunk vizet, üdítőket igazából. Szinte teljesen megtelt a part a szurkolókkal és persze a strandolókkal a hétvégén. Sokan sátrat vertek, hogy így védekezzenek a meleg ellen, mások naphosszat a vízben hűsöltek. Hoztunk krémet, úgyhogy ebben előtte bekenjük magunkat. Jó, mert azért legalább 8 órán keresztül hat, védi a bőrt. A napsugár ellen a vízbe is lehet menni, nem fog leázni. És van olyan is, aki a gyümölcsre esküszik, ők rendszerint ezzel pótolják a folyadékot. Nem csak a görög dinnyét, én a sárga dinnyét is nagyon szeretem, úgyhogy. És ez tényleg nagyon üdítő és nagyon finom édes idén. Az összes, még eddig nem csalódtam egybe sem, bárhol vettem. Ez a legjobb és a legfinomabb dinnye. Viszik, mint a cukrot, így fogalmaztak a pécsi árusok. Ennél a stannál van, hogy napi 25-30 dinnyét adnak el a nyári forróságban. Itt a vajszlói a legnépszerűbb, ebből is a rubin. Vékony héjú, nagyon jó, piros, ízletes, aromás ízű, és rendkívül jó. Most már a szezon végén tartunk, ami azt jelenti, hogy augusztus utolsó napjait éljük meg, és lassan lemegy a szezon. Hiába a szezon vége, az előrejelzések szerint a meleg még kitart, napközben akár 38 fok is lehet. Jelenleg 5 vármegyére adta ki másodfokú figyelmeztetést, ezekben a térségekben 27 foknál magasabb lehet a középhőmérséklet. Estétől érkezhet egy hideg front, ami csupán pillanatnyi enyhülést hozhat.